előadásom arról szólt, hogy miért fontos egyáltalán mikroszkópot használni a gyökérkezelésekhez, mik azok az esetek, amikor érdemes mikroszkóppal megközelíteni, hogyha nem dolgoztunk mikroszkóppal, akkor azokat referálni. Gondolok itt komplikált szituációkra, reménytelen esetekre, illetve kiúzásra ítélt fogakra. És nagyon fontos, hogyha időben referáljuk a fogat, még mielőtt elkezdenek a kezelés és komplikációt okoznak, akkor a fognak nagyobbak az esélyei. 16 éve végeztem az egyetemen, abból 13 éven keresztül mikroszkóp nélkül dolgoztam, fókuszáltam a gyökérkezelésekre elsősorban, több rendelőben is dolgoztam, mint referált orvos. De a mikroszkóp megváltoztatott nagyon sok mindent, egyszerűen az a fajta részletgazdaság, amit én látok, és hogy tudom kezelni az addig bonyolultnak tűnő eseteket teljesen kiszámíthatóan, csak azzal, hogy egy vizuális kontroll biztosít végig, teljesen megváltoztatott mindent, nem tudom elképzelni, hogy mikroszkóp nélkül gyökérkezelnék valaha még az életemben. Az igazság, hogy ez függ attól, hogy milyen körülmények és milyen operátor végzi ezt a fajta minimál invazív dolgot. Nagyon fontos, hogy nem lehet ez egy öncélú Facebookon megmutatott ilyen ninja bemenet, vagy pedig ilyen egérű bemenetnek hívják. A cél az, hogy a lehetőséghez képest minél kisebb bemenetből dolgozzunk, hogy több foganyagot spóroljunk, viszont nagyon fontos, hogy a gyökérkezelésnek a kivitelezését maximálisan biztosítani kell. Akinek nincs mikroszkópja, csinálja meg a klasszikus nagy feltárást, megfelelő ugye egy straight line access-szel, tehát megfelelő rálátással is dolgozz úgy, mert az a biztonságos zóna. Ha van nagyítás, vagy tapasztalat, lehet ezt ide csökkenteni, de akkor is biztonságosan kell elvégezni a kezelést.